A Nemzeti Eszközkezelő még 2012. január 1-én indult azzal a céllal, hogy felvásárolják azokat az ingatlanokat, ahol a tulajdonosok hiteladósága már eléri a minimálbér kétszeresét. Az érintett lakásokat önkéntes alapon a hitelnyújtó intézet közreműködésével lehet felajánlani. Ha az ingatlant egy műszaki állapotfelmérés után lakhatásra alkalmasnak nyilvánítják, az eszközkezelő megvásárolja azokat. A korábbi tulajdonos pedig továbbra is maradhat az ingatlanban, mint bérlő. Az eszközkezelőnek 35 ezer ingatlan megvásárlására van jogszabályi felhatalmazása, és addig mi folytatjuk is a vásárlásokat, amíg ezt el nem érjük. A jelenlegi állás szerint még egy 5500 szándéknyilatkozat befogadására van lehetőség. A megvásárlás után hosszú távú, örökíthető szerződés köt az eszközkezelő és az egykori tulajdonos. Az éves bérleti díj az ingatlan hitelfelvételekor becsült értékének 1,5%-a. Ezt kell 12 hónapra lebontva fizetni, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében átlagosan ez az összeg körülbelül 8700 forint, Nyíregyházán valamivel több, 12500 forint. Egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, az egyik legtöbb felajánlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik. Az eszközkezelő működése óta február 29-éig összesen 32500 ingatlan felajánlás érkezett, ebből valamivel több mint 3000 érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és ezek alapján már országosan mintegy 22300 ingatlant megvásároltunk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 2200-at. A lakások visszavásárlására is van lehetőség, eddig összesen 67 ingatlan került vissza eredeti tulajdonosához, ebből 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A visszavásárlási jog azonban 6 év után megszűnik.